Tamásiban a Könnyű László könyvtár igyekszik a legszélesebb spektrumon kielégíteni az olvasói igényeket, mondta el Nagy Istvánné intézményvezető. Sokszínű rendezvényeinkkel, a gyerekfoglalkozásoktól, az ismeretterjesztő előadásokon át, a közönségtalálkozókon és felnőtteknek szóló közösségépítő játékokon át tulajdonképpen egy közösségi térként működünk. A Tamási Könyvtár idén is csatlakozott az egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozathoz, az ünnepi könyvhéthez. Az ünnepi könyvhét a kortárs magyar irodalom, a kortárs magyar írók ünnepe fesztiválja, amikor az irodalom, a könyvkiadás, az író és az olvasó találkozik. Ahogy Csupka Géza az ünnepi könyvhét megálmodója mondta, tulajdonképpen ez egy ingújban lévő találkozás, ami közvetlen és bohém. A programsorozathoz Tamási 1974-ben kapcsolódott először, ami már akkor is lehetőséget biztosított az olvasóknak, hogy kedvenc íróikkal találkozzanak, mondta el a vezető. Ezen a héten országosan könyvbemutatók, dedikálások zajlanak. Természetesen mi is kapcsolódunk minden évben ehhez a rendezvényhez. Idén már 92. alkalommal zajlik ez, és a kolléganőimmel visszakerestük a vendégkönyvünkben, hogy mikor volt a Tamási Könyvtárban az első ünnepi könyvhét, 1974-ben, amikor is Jancsó Adrien és Tamás Menyhért voltak a Tamási Könyvtár vendégei. Az országosan zajló könyvbemutatók, dedikálások sorához csatlakozó Tamási Könnyű László könyvtár első vendége Sándor Anikó írónő volt. És az én könyveim több mire valós történetekre épülnek, elég sok minden a saját történeteimre. Azt hiszem, hogy leginkább az El Camino az, ami érdekelte itt is, meg mindenhol az embereket, úgyhogy arról részletesebben meséltem, elmondtam a élményeimet, persze nem az egész könyvet, mert szeretném, hogyha elolvasná az is, aki eddig nem olvasta. És hát tulajdonképpen minden könyvből kaptak egy kis ízelítőt az én mániáimról, a tangóról, aztán a negatív tapasztalatokról is, például Indiában. Az írónő, az ősrégi zarándokút, az El Camino megtétele alatt átélt élményeit is részletesen elmesélte a tamási közönségnek, és röviden összegezte is. Az én kérdésem a Camino előtt, tehát az út elején az volt, ott általában mindenki megfogalmazza, hogy miért van itt, hogy hogyan tovább, hiszen akkor én egy teljesen új életszakaszba léptem, ott hagytam a munkahelyemet, és fogalmam se volt, hogy mihez kezdjek magammal, és aztán elég indirekt módon, és később, mint az út vége, de megkaptam a választ a kérdésre, úgyhogy valóban igaz, hogy a Camino-n az ember azt kapja, a Camino-n az ember nem azt kapja, amit kér, hanem azt, amire szüksége van. A Tamási ünnepi könyvhét másik meghívott vendége Budai Lotti író, aki a Risporos Hétköznapok című divat és életmód történeti könyvsorozatát is bemutatta a könyvtárban. Konkrétan egy kicsit nagy általánosságban fogok beszélni így arról, hogy hogyan kerültem én közel a nőtörténelemhez, illetve a házi munka történetéről fogok beszélni, és hát nekem a munkám nagy része kapcsolódik ahhoz, hogy olyan jelenségeknek a történelmi gyökerét tárom fel, ami ma is nagyon befolyásolja a nők életét, legyen ez bérkülönbségek, különféle előítéletek, és hát azt a jelenséget, amiről ma szó lesz, azt inkább egy kérdéssel lehet megfogalmazni, ez a nőknek szokták szegezni, főleg barátnőimnek, akik otthon maradtak gyerekkel, hogy te most dolgozol is, vagy csak háziasszony vagy? Hogy mikor lett a gazdasszonyból háziasszony? Ezt a kérdést is megválaszolta az érdeklődőknek Lotti az este folyamán. Az írónő könyvsorozata az 5 éve elindított Risporos Hétköznapok című blogja alapján íródott. Hogy valahol úgy érzem, nem én választottam ezt a témát, hanem a téma talált meg. Én eredetően történelmi, én író akartam lenni, hát vagyok is, mert írok is regényeket, és én történelmi regényeket kezdtem írni. És hát az ehhez kapcsolódó kutató munkám során annyi olyan felgyűlöm lett, de fel nem használt anyagom lett, főleg divattörténet és hétköznap történet területéről, hogy ezekről indítottam, vagy ezekhez kapcsolódó egy blogot, illetve egy Facebook oldalt, Facebook közösséget. És hát azok a tartalmak szép lassan összegyűltek könyvek, és akkor így jött egyik a másik után, hogy először egy divattörténeti albumot írtam, aminek a végén éreztem, hogy nem szép azért a nők életének csak ezt a szebbik szegletét bemutatni, és akkor így jött a hétköznap történet, és akkor most fordulok bele éppen a női szexualitás történetében, amiről a 3. ilyen albumon fog szólni, a Risporos Hétköznapoknak a következő része.
Az idén rendhagyó módon a hagyományos júniusi időpont helyett szeptemberben zajlik az ünnepi könyvhét, melyhez idén is csatlakozott a Tamási Könnyű László könyvtár.